Craft, a kőszegi példa az előadásom címe, és mindenek előtt arról szeretnék néhány szót mondani, hogy mi is kellett ehhez a mi kőszegi craftunkhoz. Ahogy már korábbi előadásokban is elhangzott, ami létfontosságú, hogy legyen egy stratégia, ez a mi esetünkben egy megvalósíthatósági tanulmány formájában öltött testet. Kell egy karizmatikus személy, aki mindezt a kezében fogja, és az összes probléma, akadály esetén is görgeti előre rendületlenül. Feltétlenül kell számolni az idővel. Az időfaktor, az majd itt a mérföldköveknél látjuk, nem 2 perc. Az a település, aki belevág abba, hogy egy sajátos stratégiával újszerű irányokba kezd, nem gondolhat arra, hogy ez gyorsan. Ez a változás gyorsan meg fog történni. Minden esetben az idő létfontosságú, és létfontosságúak az együttműködések. Ha visszagondolok, 5 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük ezt a munkát nagyon aktívan, már akkor 20 olyan stratégiai partnere volt az alapítványnak, akik nélkül ez az egész nem valósulhatott volna meg. Ideértve ugye a kormányzati partnereket, a szaktárcákat, ideértve az önkormányzatot, a Pannon Egyetemet, több kiemelkedő magyar egyetemet a Pannon Egyetemen kívül is. Velük együtt kezdtük, és velük együtt folytatjuk ma is. A mérföldköveknél Feri már néhányat kiemel, de ugye nagyon fontos, hogy ez az egész alapítványi kezdeményezésre indult 1988-ban, majd következő mérföldkő 2013, amikor megszületett a Craft Index, ami az egész módszertani alapját biztosítja a stratégiának, illetve 2014, ahonnan felgyorsultak az események, amikor is a kormány döntött amellett, hogy támogatja ennek a Craft programnak nemzeti programként való megvalósulását és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. Ezen a megvalósíthatósági tanulmányon nagyon sok szakértővel dolgoztunk, kiváló építészeket vontunk be, ugyanis 2 dologra szerettünk volna fókuszálni kőszeg esetén, egyrészt az iskolavárosi hagyományokra, másrészt arra a műemléki kincsre, amit rendelkezésre áll, ebből a 2-ből gondoltuk felépíteni a teljes koncepciót. És mindez ugye nem megy a lakosság nélkül, úgyhogy 2014-ben aktív munkát fektettünk abba, hogy lakossági fórumokat szerveztünk, annak érdekében, hogy meghallgassuk az itt élőket, hogy ők mit szeretnének és hogyan szeretnének, hiszen nem felejthetjük el, hogy ez az ő városuk olyan kell, hogy legyen, ami nekik tetszik. A lakossági fórumok minden eredményét beépítettük abba a megvalósíthatósági tanulmányba, ami nem tudok oldalszámot mondani, meglehetősen terjedelmes, és aminek azt gondolom, hogy ha méricskélni kéne, körülbelül 1/3-ával vagyunk meg ma. Fontos időpont a Pannon Egyetem kőszegi telephelyének bejegyzése, hogy hiszen innentől kőszegnek felsőoktatási intézménye van, és 2015. november 9, amikor megalapításra került a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete. Ezt az ábrát csak azért vetítem ki, mert ugye a Craft alapszelleme, hogy behozza az úgynevezett puha tényezőket a kemény tényezők mellé, és a fejlesztési stratégiájában már nem csak az iparra, az infrastruktúrára koncentrál, hanem fontos tényezőként kezeli a kreativitást, az innovációt, az együttműködéseket, az emberi faktort. Mi mindezekre hangsúlyosan építve próbáltuk felépíteni a programot. Az első térképen mindenki látja a 3 ellipszist, ezt az ábrát elég sokáig kerestük az elmúlt napokban, hogy megmutathassam. Itt nagyon jól látszik, hogy a piros ellipszis azok a fejlesztési pontok, amiket az intézet saját tevékenységéhez fejlesztett. Aztán vannak a városi fejlesztések, amikről délután a Nyitott Kapuk program keretében részletesen hallunk majd, és van egy kampusz, egyetemi kampusz, intézményi kampusz programterület, ami a hosszú távú jövő egyik célterülete. Ami ebből megvalósult, jelenleg 9 épület
de tartunk valahol, 6 készült el teljesen. Tényleg, mivel 5 percen van, és lehet, hogy az már el is múlt, ezért ezeket csak így megmutatom. Mindenkit szeretettel várunk délután a nyitott házak, vagy nyitott kapuk programra, ahol minden épületbe be lehet menni, izgalmas történeteket lehet hallani, és láthatják azt is, főleg a kiállítás képein is, hogy milyen volt, milyen lett. Ugye az egyik az Európa ház, ahol a Felsőfokú Tanulmányok Intézetének főhadiszállása van, következő a Zwinger vagy Öregtorony. Itt kiállítások, előadások megtartására van lehetőség. Csodálatos lett az épület 2015. szeptemberében készült el, és itt nyitjuk meg ma délután azt a kiállítást, ami a műcsarnok kiállításának egy részét hoztuk ide Kőszegre, és kiegészítettük a kőszegi épületekkel. Mindenkinek ajánlom. A Művészetek Háza, az egykori szemzőház kutatótermeknek, szemináriumi helyiségeknek, szerverteremnek ad otthon. A Szkrafittos Ház, ahol az intézet könyvtára helyezkedik el, illetve egy informatikai terem. A Festetics Palota, amiket eddig mondtam, azok 100%-osan elkészültek. A Festetics Palota, azt mondanám, hogy 80%-os az épület felújítása megtörtént, gyönyörű lett. Itt látható, ez szerintem egy remek példája annak, hogy egy funkciótévesztett épületből felújítással hogy lehet valami egészen elképesztőt kihozni. A funkciótévesztettet pedig azért mondom, mert itt lakások, bérlakások voltak, amikor a felújítást elkezdtük és lekapartuk a festékeket az épület faláról, akkor barokk falfestmények jöttek elő, és a délután meglátogatják, egy csodálatos palota tárul a látogatók elé. Itt még várunk a belső építészet közbeszerzésére, mert amikor az időt említettem, akkor arra is akartam célozni, hogy az idő nagyon fontos. Közbeszerzések vannak, kivitelezési piacról, azt hiszem, hogy senkinek nem kell ma beszélnem. Ez mind rengeteg idő volt, úgyhogy folyamatosan dolgoztunk rajta, hogy ideig eljutottunk. Tehát a Festetics Palotát még nem sikerült befejeznünk, a közbeszerzések a belső építészetre hamarosan elindulnak reményeink szerint, és akkor ezt az épületet is belakhatja az intézet. Itt azon kívül, hogy a kutatószobák lesznek az emeleti helyiségekben, a földszinten hangkis archívumot hozunk létre, illetve egy kérdések háza elnevezésű interaktív múzeumot. A Bencés Rendház 95%-os készültségben, a kivitelezés az utolsó fázisában tart, idén ősszel elkészül, jövő januárban reméljük, hogy megnyitjuk, itt szálláshely kialakítására kerül sor. A következő pár dián olyan épületeket látnak majd, ahol a tervezés már megtörtént, még forrás szükségletek vannak ahhoz, hogy a kivitelezést megkezdhessük. Ilyen a Bárház, vagy a kőszegi zsinagóga és rabbiház. Ugye olyan most, ahogy a jobb oldali képen látjuk, és a bal oldali képen szereplő az, ami már a tervekben, a látványtervekben szerepel. És ilyen a MÁV gyermekotthon, ami a program beteljesülése lenne, ahol az intézet és a Pannon Egyetem kampuszának, vagy Pannon Egyetem közös kampuszát álmodtuk meg. Eckler Dezső csodálatos látványtervei azok, amik a képeken szerepelnek. Azt hiszem, hogy röviden ennyit szerettem volna, és ami még az idő kérdése, néhány olyan képet vetítettem föl, ami a megvalósíthatósági tanulmányban szerepel, nem is szeretnénk elengedni, csak még kell egy kis idő hozzá, ilyen a Gyöngyös patak revitalizációja, vagy a Bionemez gyár újraélesztése és funkciókkal való kiegészítése, vagy az evangélikus torony. Evangélikus toronyélmény megteremtése. Köszönöm szépen a figyelmet!